Teljesen értem azt, hogyha valaki ebben a rendszerben akar élni és sikeres akar lenni, akkor, vagy, akkor ez egy gazdasági hallgatás, nincsenek politikai elvei, figyelj, minden változik, hidd el, hogy aztán ki fog derülni, hogy hát én sose értettem ezzel egyet. Amikor ez elmúlik, akkor majd megjelennek, mert akkor meg azt kell túlélni, és abban a rendszerbe kell beilleszkedni. És akkor kiderül, hogy nagyon sokat szenvedtünk, hát most itt elmerem mondani, hogy, és akkor jön valami óriás kamu. A Most Jövök legújabb adásának vendége Kajdi Csaba, Cilla modell, influencer, a Cilla Tours vezetője, író, nem tudom, jól mondtam, kiadtam valamit? Nem, mert nem vagyok modell. Ja, modellügynök, elnézést. Igen. Igen. De modell voltál egyébként. Hát ez egy ilyen nagyon, egy ilyen botlás az életemben. Tehát nem csak modell voltam, filmszínész is voltam. Az RTL Klub első generációjának egyik kiemelkedő alakítását ugye nekem köszönheti. Igen, azt szerintem azt arra nagyon sokan emlékeznek, de hogy akik esetleg nem, azok számára felidéznéd azt a szerepet? Hát, szerintem, Jézusom, várjam, itt a telefonom. Bocsánat. Ja, nyugodtan. Akkor ezt... szóval, hogy az egy nagyon érdekes dolog volt. Volt egy casting, és egy barátnőm, aki modellkedett, elhívott erre a castingre, ő nem kapta meg a szerepet, én megkaptam. Ez egy ilyen szerintem ez a sorozatok kezdetének a kezdete volt. Mennyi lehetem? 25 éves, tehát akkor ez ilyen 99-2000 körül lehetett, és egy fotós szerepét kellett alakítanom. Az volt az érdekes, hogy mindenki modell volt, ugye, akiket én nagyon jól ismertem, mindenki modell volt ebben a sorozatban, senki nem tudott beszélni, tehát ugye voltak benne Ernyei Béla, Kamarás Iván, Hújber Ferenc, tehát voltak színészek, de a legtöbb, ugye az volt a cél, hogy mindenki baromi jól nézzen ki, tudod, fiatal, szép, sikeres, gazdag, Mercedes, mindent, akkor azért még... Akkor eléggé jött a hiánygazdaság elején, vagy pont, hogy igen, vége lett egy 10 éve, tudod így a szocializmusnak. Tehát, hogy egy más világ volt, és akkor ezt tükrözte vissza ugye ezt a 2000-es, 90-es éveket, és ott én egy fotós szerepét kaptam meg, és azt hiszem, hogy ilyen 4-5 epizódban voltam benne, de megbukott természetesen a sorozat. Tehát a mai napig, hogyha így rákeresel, hogy első generáció, nem nagyon írnak szépet róla. Ja, hogy ez volt a címe, hogy első generáció. Ez volt a címe. Rémlik egyébként valami. Szerintem te fiatal vagy ahhoz nagyon. Hát akkor már néztem tévét. Te hány éves vagy? 36 éves vagyok. Tehát akkor ilyen 12-13 lehettem. Aha, lehet, hogy... Igen. Igen, nem valami emlékeim vannak róla, de hogy akkor a színészi karriered az így ott így meg is állt, és nem is akartál egyébként az. Nem, még egy pár ilyen reklámfilmben voltam, vagy castingon, de aztán rájöttem, hogy ez egész, tehát hogy inkább az volt bennem, hogy én inkább menedzselnék modelleket, mint hogy én magam modellkedjek. Uh-huh. Még kevesebb... egyébként ez, bocsánat, ez tök érdekes, hogy inkább az volt benned, hogy menedzser legyél, és a háttérbe mozogjál, ahhoz képest meg ugye a pár éve meg teljesen belül léptél, és gyakorlatilag olyan Rivalda fénybe vagy, mint nagyon kevés modell. Igen, de ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy így én akkor már így éreztem, tehát hogy tudom, amikor elkezdesz modellkedni, nyilván mindenkinél más a motiváció, legtöbb embernél ugye ezt merem állítani ugye az elmúlt 20 pár év tapasztalatából, fiatalon azért akarod, mert egy önigazolást keresel arra, hogy te milyen szép vagy. Ugye, tehát, hogy téged fotóznak, te szép vagy, te feltűnő vagy, te fú, nagyon különleges vagy, és akkor ugye azért csinálod. Aztán később, ez van mondjuk így a kamaszkorodban, később rájössz, hogy ebből nagyon jó pénzt lehet keresni. Tehát, hogy viszonylag, de ez viszonylagosan kevés befektetett munkával egy szemmel jól látható összeget tudsz keresni. Tehát most így persze eljutni odáig, hogy te Palvin Barbara legyél, és a L'Oréal világkampányának az arca, azt megelőzi nagyon sok utazás, nélkülözés. Már a nélkülözést úgy értem, tudod, hogy a család, az otthonod, kiszakadsz a környezetedből, ott hagyod az iskolát, nem folytatod a tanulást. Szóval, hogy ezek mind benne vannak. De azért aztán kapsz, nem tudom én, 1 millió eurót egy L'Oréal kampányért 19 évesen, azért nézzük meg, hogy hányan tudnak keresni 1 millió eurót egyetlen egy munkával. Tehát, hogy azért ez így kompenzálva lesz ez a dolog.
De nálam ugye az történt, hogy ugye én modellkedtem, és csináltam ilyen reklámfilmeket, meg kázt, és akkor rájöttem, hogy hát én ezért többet tudok, mint hogy egy kacsasípot fújok, tudod, és állsz egy üres stúdióba, és akkor tudod, hogy az szokott lenni, hogy mondják, hogy jó, akkor te most kacsavadász vagy, és fújnod kéne a kacsasípot, és nézni azt, és ott állsz egy papírdobozzal a kezedbe. És akkor rájöttem, hogy nem, hát én ennél többet akarok, és akkor már kilépek ebből a szerepből. De akkor egy kicsit azért ezzel degradálod is magát a modell munkát, nem? Tehát ez állok egy kacsasíppal. Nem, egyáltalán nem degradálom, tehát hogy ez nem, hanem hogy én akartam többet. Tehát hogy ettől ez még ott lenni minden casting. Most gondolj bele, azért ahhoz egy nagyon nagy kitartás kell, hogy te mondjuk elmenjél 50 castingra azért, hogy legyen 3 munkád. Persze. Tehát, hogy ezt azért neked ott el kell adni magadat, tehát neked ott szerepelni kell. Azért nem feltétlen, tehát én állok a kacsasíppal, de azt nekem el kell játszanom azt a szerepet, és nekem abban jó kell lenni, hogy majd én kapjam meg, ugye, nem tudom én, 1000 jelentkező van ott a castingon. Csak én úgy éreztem, hogy én szervezni akarok, én többet akarok, én akarok irányítani, és nem azt akarom, hogy engem irányítsanak. Tehát, uh-huh. hogy így, de ez egy korszak, ez mindenkinek eljön az életébe, és az is egy fontos dolog, hogy tudjad azt, hogy mikor van a te életedben az a pont, hogy most akkor váltanod kell. El fogunk jutni a beszélgetésbe, majd a modellkedésig. Viszont előtte az Európai Parlamentről szeretnék veled beszélgetni. Hmm. Ugye Donát Anna meghívására kint voltál az EP-ben, és Insta Story-ban mutattad meg a követőknek, hogy hogyan működik ez az intézmény. Neked mi volt a legmeglepőbb vagy váratlanabb információ? Tehát nyilván te azért többet tudsz az EP-ről, mint egy átlag választó, feltételezem, vagy egy átlag ember. Nem. Tehát neked is igazából fogalmat sem volt, hogy ez hogy működik, hogy néz ki, és oda mentél, és akkor ott lepődtél. Hát mondjuk gondolj abba bele, hogy 2004 óta vagyunk az Európai Uniónak a tagjai, és 2010 óta az Európai Unió az egy ilyen szitok szó a hazánkban. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk 6 évünk lett volna objektíven megismerni az Európai Uniót. Tehát, hogy, és én emlékszem, hogy akkor még 2004 és 10 között rengeteg ilyen informatív műsor volt a televízióban, hogy történik, hogy épül föl, hogy szavaznak, kik a tagállamok, mi az a Schengeni egyezmény, nem tudom én csak. Tehát, hogy kaptunk rengeteg információt, és utána én legalábbis, lehet, hogy kaptunk, és akkor bocsánat, tehát, de én úgy érzem, hogy 2010 óta így egyre távolodunk, és én nekem másképp nem hallottam az Európai Unióról, mint hogy több tiszteletet a magyaroknak, nem tűrjük el, nem mondják meg, nem táncolunk, nem ugrálunk, nem tudom én, a Junckers, csak ilyeneket hallottam, tehát én objektív információt pont ugyanúgy nem kaptam az államtól, mint ahogy egyik államszavazó polgár se kapott. Legalábbis ugyanannyit kaptam, nem kaptam se többet, se kevesebbet. És mi volt a tapasztalatod, amikor kim voltál? Hát figyelj, nekem már akkor az volt a tapasztalatom, amikor mi 2004-ben, ugye én sokat járok külföldre, anyukám is külföldön él, az ő családja, tehát én már még 2004 előtt azért sokat utazhattam, és az átlag magyar állampolgárokhoz képest többet utazhattam, és életvitelszerűen tudtam élni, mondjuk Franciaországot tudom példának felhozni. Tehát ezért az egészen más, mint elmenni egy hétre Urgadába, vagy kimenni, nem tudom én, egy hétre Ausztriába síelni, és akkor azt mondani, hogy na hát ott azért mennyivel más minden. Szóval azért más, amikor a nagymamáddal piacra jársz, meg a postára, meg nem tudom. És én nekem már akkor egy jó érzés volt, amikor beléptünk az Unióba, érezhető volt a változás. Tehát érezhető volt, ugye, az egy olyan érdekes időszak volt, most visszatérve a karrieremre is, hogy tele volt, ugye a külföldi cégek jöttek Magyarországra, rengeteg külföldi volt, befektetők voltak, ide jöttek a multinacionális cégek, aki ugye később már szitok szó lett, ugye a multinacionális cég, de azok hoztak egy cégkultúrát. Éreztem, hogy bementél mondjuk egy benzinkútra, hogy kedvesebbek, hogy képzik az eladóikat, hogy kell a vevőket kezelni, hiszen ez nem volt jellemző Magyarországon, tehát hogy ugye fordítva voltunk, tehát az eladó tett szívességet azzal, hogy kiszolgált minket, és ez
ez kézen fogható volt, hogy ez változik Magyarországon. Úgyhogy én nagyon élveztem azt, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk. Én nekem egy tényleg felüdülés volt, hogy egy ilyen nagy európai családba tartozunk, egy nagy nyugat-európai családba, ahol te, nem tudom, 2007-ben azt mondtad, hogy Magyarországra jött, és tapsikoltak mondjuk Londonba vagy Párizsba. Jaj, de jó, tehát ez remek ország, mi is meg akarjuk nézni, annyi mindent. Hallottunk Magyarországról, és integrálták Magyarországot ugye ebbe a közösségbe. Tehát nekem egy óriási élmény volt az, hogy kint lenni a Strasbourg Európa Parlamentben, ugye, mert Brüsszelben nem voltam, csak Strasbourgban. És találkozni azzal, hogy egyébként, és látni például akár a Donát Annáikat, hogy mindenki ebbe a közösségbe van, tehát a szlovéntől a szlovákat, cseh képviselőkig, de akár a nyugatiak is, ugye mindenki oda, az olaszok, oda jöttek az Annához, kérdezték, hogy mi ez a botrány, én csak így elkaptam ilyen mondatokat, hogy van valami, nem tudom én, volt valami per, vagy valami, na mindegy, már ezt nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, de hogy mindenki, ez egy nagy európai család, egy nagy európai közösség. És akkor ez volt neked a fő benyomásod, hogy itt egy én nekem egy jó érzés volt, tehát nekem egy jó érzés volt egy olyan közösséghez tartozni, aki figyel a másikra. És ugye ezt a tiszteletet, amire mondjuk mondják, hogy nem van több tiszteletet a magyaroknak, de ezt a tiszteletet kapjuk meg, hogy hiába egy pici ország vagyunk, ugye a nagy európai családba, de nagyon figyelnek Magyarországra. Hát ezzel van talán ilyen probléma, de nem akarok ilyen politikai, nincsenek politikai céljaim, meg nyilván van egy gondolkodásmódom, de én csak azt érzem, hogy ebbe beletartozni az nekünk nem csak hogy jó dolog, de egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen közösségben legyünk. Az egyik bejelentkezésednél a Dajs Tamás oda lépett hozzád és kezet fogott veled. Őt ismered egyébként korábbról? Nem. Tehát, hogy így meglátott téged? Hát meglátott engem, Fila is oda. Igen, és odajött és kezet fogott. Egyébként egyáltalán nem volt antipatikus, nem volt udvariatlan. Amit én látok, sokkal több arroganciára számítottam, ehhez képest rendkívül kedves volt, és szerintem, meg nincs, meg tudod azért, tehát hogy ez is nekem egy fontos dolog, hogy azért, mert szellemiségében vagy gondolkodásmódjában nem értek egyet valamivel, attól ők még nem az ellenségeim. Ő ott Strasbourgban egy ugyanolyan magyar állampolgár, mint én vagyok. Ő citromra gondol, én almára gondolok, teljesen mindegy. Nem, nincs ez előírva, hogy gyűlölni kell egymást, érted? Tehát, hogy én ezt én egyáltalán nem értem Magyarországon, hogy ilyen rendkívül ellenségesnek kell lenni. Bár hozzáteszem, hogy gyerekként a 80-as években volt egy nagybátyám, a Michel, ő nagyon jobboldali volt, és a Figaro-t olvasta, és már meg ne kérdezz, hogy ki volt akkor, de a másik nagynéném meg baloldali volt, és mindig voltak viták az asztalnál, de aztán szépen váltak el, tehát azért soha nem az volt, hogy soha többet ide be nem teszem a lábamat, tudod? Tehát, hogy azért ezt lehet normálisan csinálni. A 24 ponton adtál egy interjút, amiben úgy fogalmaztál, hogyha Rogán Antal felkérne téged, hogy beszélgessetek, akkor belemennél. Hogyne. Mit mondanál neki? Azt nem tudom. Hát attól függ, mi lenne a téma. Gyerekekről beszélgetnénk, vagy nem tudom. Szóval, lenne mondani valód neki egyébként, akkor inkább innen közelítem meg. Figyelj, az egy nagyon, szerintem egy normál demokráciában beszélgetnek az emberek, és föltesznek olyan kérdéseket, ami kellemetlen is, és akkor arra válaszolunk. De nem félre magyarázunk, hanem válaszolunk. És szerintem hibát elkövetni, mindenkinek van lehetősége, hiszen dolgozunk, végezzük a munkánkat, hiszünk valamiben, hát mondhatjuk azt, hogy hát jól tesz, nem így kellett volna. De nálunk ugye ez nem jellemző. Tehát, hogy ugye nálunk ugye az a retorika, hogy nem beszél, tehát nem válaszolunk olyanra, ami kellemetlen kérdés. Nem állunk szóba, csak a kellemes kérdésekre válaszolunk, csak a saját embereinkkel beszélgetünk. Tehát egy esélye nincs annak, tehát hogy ez egy utópia, hogy én Rogán Antaltól megkérdezhetném azt, hogy ezt így hogy tervezzük a jövőbe. Úgyhogy nem is gondolkodnék így a kérdésen. Tehát, hogy így, meg ugye annyi minden van, amit meg lehetne kérdezni. Tehát, hogy ugye már el is felejtettünk mindent. Tehát, hogy ugye az is egy nagyon érdekes dolog, hogy jutunk el egy folyamattal, de már kiemlékszik arra, hogy
hogy volt internetadó tüntetés, ki emlékszik a magányugdíj pénztárakra, és még sorolhatnám, hogy mi mindenre nem emlékszünk már, és mindenre nyeltünk egyet, és mentünk tovább, nyeltünk még egyet, 1500-szor módosítjuk a választási törvényt, nem baj, ez is megvolt. Szóval, hogy így, ez egy érdekes folyamat, hogy az ember, és tűr, és hozzászokik, és ugye ezt mérik nálunk, hogy mi veri ki a biztosítékot. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mit kérdeznék Rogán Antalra visszatérve. Te ugye azon kevés, mondjuk egy nyilvánosságban nagyon látható celebritás, influencer, média szereplő, talán ezt szereted jobban, nem a média szereplő. Hát a celebritás az igen, egy más... Tehát, hogy a celebritás azért az elmegy minden műsorba, egy-egy tortadobálásra, egy-egy szerencsekerék pörgetésre, én ebben nem akarok annyira részt venni. Tehát nyilván, hogyha célom lenne a televíziós szereplés, akkor lehajtott fővel tapsolnék bármelyik propaganda hirdetésére, és akkor ott lehetnék egy önálló milyen szerencsekerék forgatáson, egy Ázsia Expressbe ugye gyűjthetném, vagy nem tudom, a banánt egy társammal, tehát hogy ugye erre lenne lehetőség, de nem vágyom rá. Én ahogy most végignéztem veled nagyon sok interjút, így azt láttam, hogy szerintem egy ilyen 3-4 éve kezdtél inkább aktívabban, közeleti témákban is megszólalni, amit egyébként nem csinálnak sokan. Tehát ismert emberek Magyarországon, akik nem hivatásosan kapcsolódnak valahogyan a politikához, azok között azért van egy nagyon erős távolságtartás sokakban, hogy ne beszélnek közeleti kérdésekről, és hogy ha jól rakom össze, te azért egy ilyen 3-4 éve kezdtél el aktívabban megszólalni, főleg akkor, hogyha kérdeznek, ezt jól látom? Hát én amikor elkezdtem ezt az egész, tehát ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy én nem akartam influencer karriert. Tehát, hogy ezt meg se tudtam volna neked fogalmazni, hogy létezik ilyen, hogy influencer karrier, de ez nekem nem célom volt. Adott egy felület, az Instagram, én ott felfedeztem, hogy ott lehet beszélni úgy, hogy közben nincsenek negatív kommentek megállás nélkül, tehát nincsenek ilyen trollkodások, az pedig az Insta Story, és én elkezdtem ebbe az Insta Story-ba magyarázni, és ez egyre népszerűbb lett, de már az elején volt véleményem, tehát akár politikai véleményem, de ezek sosem politikai vélemény, tehát én nem azzal foglalkozom, hogy Rogán Antal éppen hogy irányítja a propagandát, vagy Orbán Viktor nem tudom én tusványosi beszédén mit mondott, és kikérem magamnak, tehát ez nem, én csak elvekről beszélek, tehát hogy amikor gyűlöletkampány van, amikor elesett emberekbe belerugunk, tehát inkább egy ilyen szociális részével foglalkozom, tehát nem politikai eseményekkel, egyrészt nem ismerem, nem érdekel, anyám barátnője mondta, hogy sajtbúrát kell alkalmazni, hogy így fölteszed a fejezést, nem hallasz meg semmit, egyébként ez a legjobb védekezés, hogy nem érgezze az életedet, ezért haragszom a plakátokra nagyon, mert a plakát veled szembe jön. Tehát, hogy még a YouTube-on a propaganda hirdetést, azt még le tudom halkítani, de a plakátot nem tudom kikerülni, mert fának megyek. Tehát, hogy így... De ez jó dolog szerint? Tehát, hogy az ember, hogyha teljesen egy sajtbúrát húz a fejére, és nem foglalkozik a közéleti kérdésekkel, mert mégiscsak azért az életünkről van szó. Arról, igen, de nagyon érdekes az, amikor a követőd megírja, hogy jaj, ne kezd te is, hogy politizálsz. És akkor így mindig, és pont egy ilyen videó mondom, de hogy ne tenném? Hát ők politizálnak velem. Hát én rá vagyok kényszerítve erre. Tehát, hogy amikor megkapod a nemzeti konzultációt, megkapod a nemzeti diszertációt. Ezt nem úgy is lehetne. Szóval megkapod a nemzeti konzultációt, akkor bele vagy kényszerítve te, érted, aki nem biztos, hogy a legélesebb kés vagy a fiókban, most nem te elértem, hanem ugye... Köszönöm szépen egy átlagban. Tehát, hogy bele vagy kényszerítve abba, hogy te fogalmazd meg, hogy akarja-e, hogy 7 kicsi indián üljön a nappaliába, és akkor beírod, hogy nem akarom. Tehát, hogy így, de közben lövésed nincs semmi. Tehát én még egy jóval tájékozottabb ember vagyok, de most gondold el azt, hogy ahova tényleg nem jutnak el a hírek, viszont ott a propaganda, a migráns, a nem tudom, most ugye, most a migráns annyira nem ment mostanában, de lehet, hogy ez mindig menni fog, de most az LMBTQ.
A pedofilozás megy meg nyilván a melegek elleni hergelés. Igen, tehát most ugye a meleg kérdés, és akkor az örökbe, meg, de mindegy, tehát mindig kell egy célnak lenni, mindig kell egy gyűlöleti pontnak lenni, de hogy igen, lehet, hogy igazad van, hogy nem a legjobb megoldás, hogyha nem foglalkozol. Én foglalkozom valamennyire közéleti kérdésekkel, csak nem effektíve a politikai pontokkal, mert én azzal sem, tehát, hogy én azzal sem tudok egyetérteni, és ez engem zavar, és egyébként a Donát Annával nagyon őszintén elmondom, hogy kértem, hogy az én videóimban ilyen nagyon erős kormány ellenes, a kormány azt te csinálja, hogy ne legyen, mert én nem akarok ebbe ilyen formában részt venni, de megértem, hogy ellenzéki politikusként neki ez a feladata, hogy mondjuk kritizálja a regnáló kormányt, de ugyanazt az ellenséget. Tehát, hogy én, nekem például, ha mondhatok olyat, akkor az hiányzik sok esetben egy ellenzéki politikusnál, hogy most annyira nem érdekel, hogy még szidjuk azt, hogy nem tudom, valamelyik miniszter mennyire korrupt, mert ezt tudjuk, az életünk része, sőt, boldogan elfogadtuk, hogy a legkorruptabb ország vagyunk az Európai Unióban. Viszont az, hogy milyen megoldást kínálna arra, hogy ez hogy oldaná meg, az hiányzik. Uh-huh. Tehát, hogy az ellenzéki politikusnál én azt hiányolom, hogy azzal nem vagyok kinn a vízből, hogy a kormány nem tudom milyen akkumulátorgyárakat is engedélyez és mérgezi a környezetet. Arra viszont kíváncsi lennék egy ellenzéki politikusnál, hogy a kormány ezt csinálja, de ez lenne a megoldás. Aztán lehet, hogy adnak alternatívákat, csak én nem figyelek rendesen. Tehát, hogy így. Ugye mondtad azt, hogy te annyira nem akarsz ebben részt venni, és azt ugye mondtad a Donát Annának is, hogy legalább azokban a videóban, hogy ne szóljon, már, nem tudom, a kormány. Más egy csak hallok csak azt, hogy emberek egymás pocskondiázzák. És most teljesen mindegy, az egyik óriási pénzen, állami pénzen, vagy az adófizetők pénzén plakátozza ki az ellenzéki politikust, a másik meg a maga módján ugyanebbe a retorikába beszél. Én ezt nem érzem, hogy ez ennyire... No, de közben meg elmentél a Mészáros Lőrincnek a jaktjához, lekvárt vittél, elmondtad, hogy ez a miénk, tehát na, azért az egy elég komoly állásfoglalás. De ez egy poén. Hát értem, de azért ez attól poén, még ez egy nagyon érzékeny politikai kérdés is, tehát hogy arra a területre merészkedve azért az nyilván kicsit akkor így fejest is ugrassz a jaktról az óceánba, a politika óceánjában. Hát jó, de az szerintem abszolút egy poén, tehát én nem minősítettem Mészáros Lőrincet, nem minősítettem sem a tudását, sem a tehetségét. Elmentem, mondtam, megkeresem a nemzeti aranyrózsát, megtaláltam, boldog voltam, vittem Andiéknak egy üveg lekvárt. De hát figyelj, ez, most ezzel mit tudsz csinálni? Tehát, hogy ez annyira az arcodba tolták, érted ezt az egészet? Tehát, hogy már a minimál szerénység sincs meg abba, hogy hát azért nem utassuk, miközben nem tudom én, az embereknek nincs mit enniük, akkor azért nem utassuk már azt, hogy meg a kórházak olyan állapotban vannak, hogy 10 milliárd, nem tudom hány milliárdos jakton üldögél három ember. Tehát, hogy így ezt már elfogadtuk, ezzel már együtt élünk. Te azt mennyire látod egyébként, hogy milyen állapotban vannak a kórházak? Nem járok kórházba, de aki jár és ismerősöm, ott hallom, hogy milyen állapotok vannak a János kórházban például. Uh-huh. De nincs olyan közvetlen rálátásom. Annak, hogy neked mondjuk vannak, persze most mondhatod, hogy ez poén, de hogy vannak olyan megszólalásaid, és akkor most mondhatom a Donát Annát, hogy elmegyek vele Strasbourgba, hogy a Karácsony Gergellyel villamosozok, vagy a Mészárosnak oda megyek a jaktjához, hogy ennek van költsége? Hogy érted, hogy költsége? Hát, hogy ez visszaüt-e bármilyen szinten. Kevesebb megrendelés, kevesebb hirdető, elfordulnak emberek, vagy nem, akár pont amiatt jönnek, mert hogy de jó, nem feltétlen. Szerintem az az ember, akit sokan követnek, és van egy hatása, akár még egy mikrohatása is, hiszen az enyém az egy pici mikrohatás a társadalomra. Nyilván olyan emberek nézik, akik elviekben egyetértenek velem, meg persze olyanok is nézik, akik nem, akkor attól kritikát kapok. Én azt gondolom, hogy valamilyen társadalmi szerepvállalás az kötelessége lenne mindenkinek. Tehát az, hogy mondjuk, és most igen, nem akarnék neveket mondani, de mondjuk Ördög Nóra, akkor mondok, kiírja a Facebook oldalára, hogy ő mindenféle politika mentesen, és ő semmikinek a pártjára nem, de a gyerekek milyen fontosak, szerintem legyen ő véleménye Ördög Nórának. Tehát Ördög Nóra
egy nagyon meghatározó profi média személyiség legyen véleménye, álljon ki a gyerekekért. De azzal kezdeni, de hát nyilván a TV2-ben ne legyen, érted? De a Tillának van véleménye, ő elmegy a tüntetésre, mert ez nem egy politikai tüntetés, még akkor se, hogyha ez a regnáló kormánynak ugye nem tetszik. Hozzáteszem, hogy én egyike voltam az egyik főszervezőnek, ugye erről hozott le cikket. Sőt, meleg tüntetést szerveztem, azt hiszem az Origó szerint volt egy ilyen. Szóval, hogy ennél már nem tudom mennyire lehet nagyobb hazugságot kihozni, és hogy ennek hol a határa, de minden esetre van. Tehát, hogy én elvárnám, hogy, és visszatérve erre, hogy közéleti emberek mennyire szólalnak meg, szerintem meg kellene szólalniuk. És szerinted mi a különbség akár egy Ördög Nóra és egy Illa között? Pont úgy, hogy mondjuk mind a ketten a TV2-nél dolgoznak. Hát szerintem az a különbség, hogy a Tilla egy volt, van ez a pont, amire azt mondta, hogy most már nem hallgatok. Tehát hiába a munkám, hiába az állásom, a TV2, hiába rizikózom azt, hogy esetleg elveszítem a melómat, ő azt mondta, hogy itt ő már szeretne egy állást foglalni. De hát ő egy bátor, tanult, művelt ember, tehát hogy így mindenki más, de ezt is meg kell érteni, tehát hogy az is, tehát hogy azért a társadalmunkat áthatja egy félelem, és ez a félelem ez létezik, tehát ez rám is hat, csak én van egy nagyobb mozgásterem, tehát hogy lehet, hogy tényleg lehet, hogy nem fogok tudni úgy dolgozni, de akkor elmegyek Franciaországba, leköltözöm, és akkor ott fogok élni. Nem akarok nagy szavakat használni, mert az is olyan érdekes, múltkor hallottam, hogy emigrációba vonult. Nem vonult emigrációba, leköltözött Spanyolországba, és utána ide jön könyvet írni. Tehát, hogy így, ez nem emigráció, hát az emigráció ez, amikor soha többet nem térek vissza az országomba. De akkor te tapasztalsz ilyet már a saját életedben, hogy csak már mondtad, hogy volt egy ilyen félmondatot, hogy hát lehet, hogy kevesebb munkám lesz, de hogy van ilyen tendencia? Hát mondjuk az ilyen influencer megkeresésekben ezt nem érzem, az ügynökség életében nem érzem, a médiában nyilván érzem. Tehát a média szereplésem például az abszolút lecsökkent. Ugye én a TV2-nél vállaltam el, ugye nagyon érdekes volt egy, én szerettem volna egy modern műsort, és akkor az akkori, és az IKO-val beszéltünk, de mondták, hogy szeretnék, hogyha én a Nicsak ki vagyok a Rejtélyek színpada című remek produkcióba, ugye ez egy izgalmas műsor volt, ki kellett találni, hogy ki az elefánt meg a zsiráf, különböző infokból, ugye ezek celebek voltak, és akkor ennek két évadát elvállaltam, annak reményében, hogy egy modell műsor létrejöjjön, amire fölkértek, akkor dolgoztunk is egy ilyen szinopszison, hogy ez hogy fog kinézni, és aztán végül tavaly a TV2 megvette az új műsorukat, és aztán nem kerültem bele. Hát nyilván nem kellett volna a lőlőnek lekvárt vinnem a hajóra. Tehát hogy ez valószínűleg, hogy ez ezért volt. Nem tudom, mert az az igazság, hogy se a vezérigazgató, akivel nagyon jó viszonyban voltam, se a programigazgató soha többet nem vette fel a telefont, és nem válaszolt az SMS-et. Tehát hogy nem tudjuk, hogy mi történt. De hát nyilván egy olyan zsűrit választottak, aki kompatibilis ezzel az egész világgal és rendszerrel. Tehát egy a NER fotóstól a köztársasági elnök tanácsadójáig mindenki. Tehát, hát most csak volt köztársasági elnök. Igen, volt, igen. De hogy ez egy kompakt zsűri. És ezt el kell fogadni. Tehát, hogy, és erre mondom azt, hogy én teljesen értem azt, hogyha valaki ebben a rendszerben akar élni és sikeres akar lenni, akkor ez egy gazdasági hallgatás, nincsenek politikai elvei, figyelj, minden változik, hidd el, hogy aztán ki fog derülni, hogy hát én sose értettem ezzel egyet. Amikor ez elmúlik, akkor majd megjelennek, mert akkor meg azt kell túlélni, és abban a rendszerbe kell beilleszkedni. És akkor kiderül, hogy nagyon sokat szenvedtünk, hát most itt elmerem mondani, hogy, és akkor jön valami óriás kamu. A TV2-vel ez a történet, azt nem értettem pontosan korábbi interjúban sem, hogy ezt te kezdeményezted, hogy te szerettél volna egy ilyen modell műsort, és akkor te kerested meg a gyártócéget, vagy hogy nézett ki ennek az egésznek az iránya? Nem én szerettem volna a modell műsort, ők szerettek volna, hogy én szerepeljek ebbe a műsorukba, ebbe a Nicsak ki vagyokba, és én mondtam, hogy én azt nem szeretném.
mert nem akarok ilyen tévés karrierbe elindulni, meg amúgy is megosztó lett a TV2, ugye a propaganda miatt, meg a tények, meg az egész mű, tehát ismerjük. Egy picit féltem tőle, hogy ahogy a hitelességemet elveszítem, hogyha a tévéket egyébként veszítettem, tehát nagyon sok kommentet kaptam, hogy ha ennyire ilyen sarkos a véleményem, akkor mérülök ott a pénzért én is bármit, tehát nyilván ezeket megkaptam. És akkor az volt, és mondtam, hogy jó, jó, én ezt elvállalom, de csak akkor, ha én a karrierem és a munkám miatt egy ilyen modellfelfedező műsort szeretnék. És akkor ez egy ilyen deal volt, hogy jó, akkor ezt te megcsinálod, és akkor mi dolgozunk egy ilyen modellfelfedező műsoron. Uh-huh. Tehát ugye ez így nézett ki, de én egy real modellfelfedező műsort akartam. Tehát hogy én tényleg azt szerettem volna, hogy egy újabb magyar Mihaly Kenikő, egy Palvin Barbara, egy Ebergényi Réka, felfedezünk egy ilyet, és ezzel tényleg bizonyítsuk a világnak, hogy a magyar modellek jók. Tehát, hogy én nem egy olyat akartam, ahol ilyen botrányhősök rohangálnak valami hülye házba. Tehát, hogy, és így voltak elveim. Tehát nyilván ez nem passzolhatott a TV2-vel, akit nem érdekel, hogy az, akit felfedezünk, abból lesz-e valami, hanem akkor majd jön a következő. Szerinted egyébként akár egy nincs, aki van itt, vagy akár mondjuk egy topodál? Ki vagyok. Nincs, aki vagyok. Nincs, aki vagyok. A Rejtélyek színpada. Tudnod kéne álmodból feletik a kerültenek. Igen, hát tudom én is, hát az összes műsort most bele is kérdezhetsz, hogy második évad, harmadik rész, hát ki volt a banán, zsiráf, akárki. Hogy szerinted egy ilyen műsornak, vagy akár mondjuk az egész TV2-nek mi a funkciója mondjuk a propagandagépezetben? Hát figyelj, szerintem az lehet, és egyébként innen lennék én egy picit diszonáns, hogy te egy szórakoztató műsorban kacarászol, teljesen ártatlanul. Te azt mondod, hogy én ezzel az egésszel nem értek egyet, de hozol egy nézettséget mondjuk a TV2-nek, és kacarászol, majd a szünetbe, a reklámblokkba hirtelen bevágnak az Európai Unió fegyvereket akar szállítani, nem tűrjük, hogyan, nem tudom én. Tehát a te nézettséged, amikor te közben azt gondolod, hogy teljesen ártatlan vagy, mert egy nagy kacagós műsorban vagy, mi közöm nekem ahhoz, hogy utána jön a propaganda hülyeség, a megállás nélkül, mert tényleg évek óta ezt nézzük, miközben igenis közöd van hozzá. Mert hogy te hoztad a nézettséget, amivel aztán majd a néző ott marad a csatornán, és végignézi ezt. Hát és tehát ennek te a része voltál, és azért érdekel, hogy azt a hogyan dolgoztad fel, vagy oldottad fel magadban, vagy mennyire okozott az dilemmát. Hát dilemmát okozott, de ugye nekem az volt a célom akkor, hogy ugye én egy modellfelfedező műsort csináljak. Ezért volt csalódás, hogy ez nem jött össze, de egyébként hozzáteszem, most már nem bánom. Tehát most azért már így látom a big picture-t, hogy nem baj, hogy ez nem jött össze. És nem, nem baj, hogy azokkal az emberekkel, azokkal a zsűri tagokkal csinálják. Figyelj, ez egy nagyon érdekes, tehát hogyha te egy profi műsort akarsz, és ez hatja át nagyjából mindent az elmúlt 10 évben, hogy nem a profizmus számít, hanem a hűség számít. Hogy te lojális legyél azzal a rendszerrel, amiben élsz. Tehát, hogy, és akkor mindegy, tehát a tudás az nem. Tehát ebben a műsorban, anélkül, hogy bárkit meg szeretnék bántani, ebbe két nagyon fontos és legitim ember lehetett volna, az a Mihaly Kenikő, aki egy topmodell, aki egy édesanya, aki tényleg elért valamit a karrierjébe, aki egy meghatározó ember a magyar modell és divat szakmába, és én, aki a menedzsere volt, és ez most nem azért, mert hazabeszélek, hogy mi milyen zseniálisok vagyunk, de ha szakmailag nézed, hogy szakmailag ki az, aki hiteles, akkor ez a két ember rendkívül hiteles. És ez a két ember sajnos nem kompatibilis azzal a retorikával és azzal a kommunikációval, ami a TV2-nek fontos. Mert ugye a Mihaly Kenikőnek ugye a férje, a Korányi Dávid, ugye ez nem megfelelő. És szóba nem jöhet így a neve. Tehát, hogy így, és ez egyébként műsor szempontjából, tehát én nagyon sajnálom a programigazgatót, vagy a vezérigazgatót, mert neki még ilyen szempontból is meg kell felelni. És aztán a végeredmény az, hogy nem fontos. Hát ezért van az, hogy olyan emberek
vezetnek magazinokat, főszerkesztője magazinnak, akik erre alkalmatlanok lennének, mert nulla a tapasztalatuk, tehát hogy így, de még millió szakmát föl tudsz ebből sorolni. Tehát most gondolj bele, hogy és minden tiszteletem Ördög Nóráé, de Ördög Nóra hol kiderül, hogy egy remek táncos, és ezért egy táncos zsűribe van benne, hol kiderül, hogy egyébként egy fantasztikus divatszakmához is értő valaki, akinél ugye egy modellműsor elvezetése, tehát az alap, tudod. Tehát, hogy így... De van benne egy sértettség egyébként? Olyan szempontból lehet, hogy elvártam volna egy választ a TV2-től. Egyébként nincs. De hogyha pozitív a válasz, akkor most ott ülne a zsűriben? Biztos, hogy beülnék, mert ez egy szakmai műsor lett volna. Tehát, hogy így független attól, hogy a TV2, és független attól, hogy mit gondolok a propagandáról, nyilván van egy karrierem, és hogyha azt nézem, hogy az én ügynökségemet egy ilyen műsor előbbre vinni, és ez egy profi műsor, tehát nem az lenne, hogy kinek a kukukája legyen a műsorban, mert ő támogatja, ő meg ennek a neresnek a haverja, és ezért, hanem egy tényleg professzionálisan összerakott műsor, ami az én ügynökségemnek és a magyar modellvilágnak jót tesz, és emeli a presztízsét, akkor megmondom őszintén, igen, beülnék, mert akkor van az a pont, amikor felül kell ezen kerekedni. De akkor ez nem az a pénz, hanem az a pont, ami szakmailag... Igen, ami jó. Szakmailag. Én 2000 óta csinálom ezt, top modelleket fedeztem föl, a legjobb magyar modellek nagy része tőlünk került ki, nyilván nem az összes, de elég sok. Ha van egy ilyen műsor, amiben egy olyan emblematikus figura lehet, Mihaly Kenikő, mint mondjuk Heidi Klum a németeknél, akkor most egy ilyen politikai rendszerben élünk, és igen, hat ránk a propaganda, és ebben a tévécsatornán is hatni fognak a propaganda, de attól függetlenül én ezt elvállaltam volna. Sértettség nincs bennem, tehát annyi van, hogy mivel hónapokon keresztül tárgyaltunk, tehát amikor ugye a tavaly a Media Hungary-n ugye bejelenti ezt a TV2, mikor volt májusban, nem tudom, hogy volt a... hogy lesz ez a műsor, hónapokon keresztül bejársz érte a programigazgatóhoz, a kollégáit kontaktálnak, listákat adunk, kivel dolgozzál, milyen a zsűribe ki legyen, a stábba ki legyen, a team ki legyen, nem tudom én, hogy milyen meghatározó emberek legyenek, akik a divat szakmában fontosak, politikai hovatartozás nélkül, akkor nyilván kiadod az összes információdat, akkor azért az a minimum, amit elvárhatsz, hogy lemondják nálad ezt a műsort. És akkor azt a tudást, amit te adtál, hát ebben azt használták szerinted? Azt nem használják? Tudom, hogy használták vagy nem használták. Az, elnézve a zsűrit nem használták, mert hát csak olyanok kerültek be, akik ma jól fekszenek a NER-nél, mondom. A fotóstól kezdve mindenki az éppen hotelekbe ad el képeket. Ami, szóval, hogy így ezt az egészet az ember, ha benne van, akkor látja. Amit mondtál a hitelességeddel kapcsolatban, hogy kaptál ilyen kommenteket, vagy üzeneteket, hogy na, te is beülsz, miközben... Az a nicsak ki vagy, igen. Igen, a TV2-nél. De ahhoz nekem semmi közöm. Tehát, hogy ott ugye azt mondta a TV2, hogy ha én szeretnék egy ilyen modell műsort, akkor nekem a mainstream ismertségemet föl kellene építeni. Tehát az lenne a fontos, hogy engem mondjuk Hajdunánáson is tudják, hogy én ki vagyok, és ez a műsor erre szuper és alkalmas. De egyébként az, szakmailag, who cares? De hogy az jogos volt szerinted, hogy kaptál ilyen kommenteket? Mert te is mondtad, hogy egy kicsit a hitelességet azért megkarcolta. De abszolút jogos, igen. Tehát, hogy te elmész, amit mondtam példának, elmész egy olyan tévébe, ahol te szórakoztatsz, és utána meg rátolják a propaganda híreket, vagy az álhíreket. Tehát, hogy ez szerintem tök jogos ez a kritika, csak nyilván a kommentelő nem tudja, hogy ezt miért vállalod el. Tehát, hogy ennek van egy... oka. És hát ilyen szempontból valljuk be, mindenki megvehető ilyen, ebben a formában, mert hogyha van egy ilyen szakmailag, akkor lehet, hogy elkezdesz ezen gondolkodni. De ettől, azt gondolod, hogy mindenki megvehető? Hát ha végignézed, akkor azt kell látnom, hogy a legtöbb ember, ha olyan ajánlatot kap, akkor igen. De ettől függetlenül, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, mert ettől függetlenül én nem voltam hajlandó változtatni a véleményemen. Tehát az, amit én gondoltam egy-egy helyzetről Magyarországon, én azt ugyanúgy elmondtam, és nem nagyon érdekelt. Én azt mondtam, hogy ez nem jó a TV2-nek, hát kaptam figyelmeztetést egyébként, akkor nem kell ott ülnöm. Tehát, hogy azért mivel kapcsolatban kaptál figyelmeztetést? Hát, hogy
annyira, hát hogyha jó lenne, ha nem ennyire erősen fogalmaznék az Insta sztoriaimba. De miről? Milyen témában? Hát már erre nem emlékszem, azért ez 3 éve volt. De hogy feltétlenül nem egy celebről mondott vélemény, hanem valamilyen... Mégis de egyébként a celebről is volt, tehát arra is, mert hogy kollégák, és hát nem, milyen rosszul esik nekik, tehát arra is figyelmeztettek, de hogy már nem tudom, nem emlékszem, biztos akkor is volt valami aktualitás, amiről beszéltem, és akkor volt egy ilyen, hogyha egy picit kedvesebben vagy, nem kéne ezt annyira erőltetnem ezt. De egyébként nagyon érdekes, hogy még nagyon az elején voltunk ennek az egésznek, még nem is voltam az Instagramon, de Facebookon óriási okosításban voltam, tudod, ott mindenki abban van, nem tudom, hogy te szoktál ott okosítani, de a legtöbben ott. Volt már rá példa. Na, hát akkor ismered. És volt... arról most már régen hallottam, de volt a Nemzeti Összetartás napja. Összetartozás szerintem. Vagy összetartozás. Emlékszel? Ez 2010-11-12, akkor épp abban voltunk, és csináltak egy divat bemutatót. Ugye én benne voltam, először, az is nagyon érdekes volt, először a Kimnél volt ez a rendezvény, és akkor ez valami minisztérium volt. Igen, igen, az a külügy volt szerintem. Az a külügy volt? Igen. Emlékszem, hogy Kim is egy államtitkár asszonya kellett reggel 8-kor beszélgetni, én a világomat nem tudtam, hogy akkor értékeljük magát a rendezvényt. Na lényeg az, hogy csinálták ezt a Nemzeti Összetartozás napját, és akkor ez a Gombold újra nevű rendezvény, meg Navracsics Tibor ült az első sorba, tehát ez óriási, tehát ez olyan pupos előkelő rendezvényen voltunk. És akkor volt valami propagandával kapcsolatos sztori, és én kiírtam a Facebookomra, de mi adtunk modelleket erre. Hát mi piaci alapon dolgozunk, hát most mindenhova adsz modellt, hogyha megrendelik a bemutatóra. És valamit kiírtam, hogy ki lehet a mi kis Goebbelsünk, aki ezt a propagandát... Hát te ne tudd meg, hogy én mit kaptam, hogy én abba a kézbe harapok, ami engem etett, mert minden volt, de ez még nagyon az előtt, ez mintem 2010-11-12 körül volt. És már akkor megkaptam, hogy én beleharapok a kézbe. És abban sem vagyok biztos egyébként, hogy a Kim az a külügy volt, mert a Navracsics ő... Nem, a Navracsics csak ott valami, emlékszem meg, mert a Mihály Kenikő kapott... Közigazgatási miniszter. A Mihály Kenikő kapott egy tehát, hogy egy ilyen, mi lett? Hungarikum. A Mihály Kenikő Hungarikum volt? Igen, akkor egy Hungarikum volt a Mihály Kenikő, aki erre egy, nem emlékeztem, hogy ekkora nagy herendi vázát kapott ajándékba, és emlékszem, onnan tudom, hogy Navracsics Tibor volt, hogy én a Lakatos márka mentünk a rendezvényre, és amikor beengedtek ez a Szépművészeti Múzeumban volt, és a hátsó parkolóba engedtek be, akkor a biztonsági őr, hogy a portás mondta, ó, maga az Navracsics úr, tessék jönni, mert a Manyi egy ilyen fetrengett a röhögést, hogy cilukat te lettél, Navracsics úr. Tehát, hogy így innen lesz, tehát emlékszem, de hát ez egy totál politikai. Úristen, nagyon jó, egyébként ezt nem lehet, hogy csinálunk az acba egy ilyen ikertornyok képet, hogy te és a Navracsics, és tehát még két olyan gyakorlatilag. Ugyanaz a két ember. És akkor mondom, ó, Navracsics úr, tessék parancsolni, és így beálltunk a kocsival. Mondom, az ki? És az Manyi megvinyogott a röhögést, vagy a Lakatos Márk vinyogott. Igen. Na jó, hát akkor miniszter úr, azzal szeretném folytatni a beszélgetést. Hogy bármire válaszolok. Neked vannak egyébként neres barátaid? Nincs. Annyira más világ vagyunk, tudod, tehát annyira más a gondolkodásmód, tehát hogy nem nagyon. Azért is jut a szembe, mert azt igazából a két dolog miatt, az egyik ismerősöm mesélte, amikor készültem az interjúra, akkor mondta, hogy ő azért azt látja Instán, hogy néha dobsz egy lájkot a Rogán Cilinek, vagy a Vajna Timinek, hogy ott akkor nincsenek ilyen valami baráti, haveri ismerős. Ismerem a Rogán Cilit egyébként, de figyelj, ha lenne, akkor én biztos másképp élnék, érted? Tehát, hogy akkor én Szent Moritzba sielgetnék, meg nem tudom. Tehát, hogy így én nem járok össze. A Vajna Timit meg, megmondom neked nagyon őszintén, hogy én nem tudom, hogy őt mennyire tartjuk neresnek, vagy nem neresnek. Szerintem a Vajna Timi örökölt
a férjétől egy vagyont, abból el van Los Angelesbe, és én kifejezetten kedvelem a naivitása és minden ellenére. Tehát a Vajnatinnek aztán tényleg semmilyen politikai elve nincsen. Tehát, hogy én őt így nem tartanám. Lehet utálni, meg nyilván sok ember nem szereti, mert hogy mit képzel. Nála kedvesebb, ártatlanabb embert azért keveset tudok. Tehát, hogy így én nem tudnám azt mondani. Nem, nincsen ez meg nekem, hogy annyira. Tudod, azért a Neres, szóval, hogy, de ez aztán megint lehet, hogy rosszul látom, de a Neres emberek olyan messziről jönnek, hogy annyi komplexus van bennük, hogy ettől rengeteg az arrogancia, ami beléjük szorul. Tehát nagyon nehezen tudsz kapcsolódni olyan emberekhez, akik mindenre arrogánsan válaszolnak. Tehát én szoktam nézni, tudod, ezeket a Orbán Balást láttam valami, hát jót beszélni tudod, ki jól ejtette ki a szó. Szóval ez a ostoba primitív arrogancia, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát nem is látom, ahogy én így ülök köztük, és egy nézésért és a járására ott kvaterkálok valamelyik budai étterembe. De mert ez megy egyébként, az a igen, ezt sírba láttam. Vigadó. Ezt már láttam. Uh-huh. És akkor úgy az ember úgy, ha jó, hát akkor nem biztos, hogy ez az én helyem. Azért is kérdeztem így még külön erre rá, mert valahogy nyilván egy ilyen nagyon naív kép, akár az én fejemben, de lehet, hogy egy nézőben is, hogy van az a világ, ami az elitek világa, ahol vannak az ismert emberek, ahol egyébként azért a politikai oldalak egy bizonyos szint fölött, a színfalak mögött azért összemosódnak, és hogy ott azért úgy együtt mulat mindenki szinte már úgy, mint a tágra zárt szemekben, hogy van ilyen egyébként, de akkor lehet, hogy neked nincsen egyébként. Biztos, hogy van ilyen, de hát figyelj, azért a celebek között érted rengeteg, aki ilyen-olyan formában próbál ehhez az egész NER csapathoz tartozni. Tudod, ez körülbelül úgy, én úgy képzelem el, amikor mondjuk a 90-es években, amikor te nagyon pici voltál, én már nem, voltak ilyen maffia bandák, tudod. És akkor lejártak, nem tudom, a Lirolyba, meg ide-oda, és akkor mindenki próbált haverkodni félelemből. Hát, ha engem nem bántanak, hogyha én itt jó fejkedek, és itt gazsulálok nekik. Na, ez pont ilyen lehet most, tudod. Tehát a Győzike, meg a nem tudom én kik, gazsulálnak is, úgy próbálnak ott oda dörgölözni. Valószínűleg ez ilyen, ők meg nagyon élvezik azt a szerepet, hogy ők azok, akik azért bármennyire is szeretnének közeledni. Én nem érzem ennek fontosságát. Nagyon érdekel engem, hogy ezen a területen, most kifejezetten szakmai vonalon, mennyire nyomul a politika vagy a NER, mennyire jelennek meg szereplőként? Hát effektíve a modell szakmában nincsenek jelen. Legalábbis én nem tapasztalom azt, hogy jelen lennének. A divat szakmában jelen vannak, tehát hogy azzal azért lehet találkozni. Tehát ugye a Magyar Turisztikai Hivatalnak van ugye a divat, valami divat. Nemzeti divatügynökség. Nemzeti divat. Design és divat. Design és divat ügynökség, ahol ott nagyon tesznek, vesznek. Azt, hogy mi történik, azt én egyelőre semmit nem látok ilyen eredményként felmutatni. Ugye hát az egyik legnagyobb befutónk az, hát ha jól tudom, akkor azért sok-sok segítséggel, de azt hiszem a Nanuska lett. Igen. Amit így nagyon fölemeltünk, de úgy a többieknél nem látom ezt az átütő sikert. Tehát ott jelen vannak, ez egy hobbi, talán egy érzékeny pont, hogy ugye mi a divattal is foglalkozunk. A modell biznisz az nem annyira. Tehát, hogy én ott azt nem érzem, hogy itt bármilyen politikai átszövődés lenne. Abban, hogy van ugye 2030-ig szóló nemzeti divat stratégia, abban van ilyen? Megkérdeztek egyébként? Nem. Kellett volna? Erről beszélgetünk, Tamás, hosszasan, hogy nincs szakmai igény. Tehát hogy neked például, tehát, hogy, és engem ez most megőszintén. Engem nem sértett, hogyha azt kérdeznéd, hogy van-e benne megbántottság, egyáltalán nincsen. Hát, hogy a divat stratégiában egy nemzetközileg ismert modellügynöknek egyébként kellene, hogy legyen szava. Mert most ezt teljesen naivan kérdezem, hogy amúgy a kettő közötti kapcsolat is. Igen, de most nem tudom én, Simo Mihályné van ott, akinek butikja van, a másik divattervező lett életében nem volt, de kapott egy nagy vidékfejlesztési támogatást. Nem mindegy. Tehát, hogy az igazság tört, hogy amikor én elkezdtem ebben a szakmában dolgozni, akkor az fantasztikus volt. Én
amit mondtam neked az elején, vagy nem tudom, hogy ez benne van-e, hogy én hiszek a kapitalista versenyben, a versenyben, hogy az győzön, aki a jobb, aki rátermettebb, aki dolgosabb, aki egyszerűen megtalálja azt, jól menedzseli, jó a kapcsolati hálója, jobban tud előre menni, és ez engem rendkívül motivált a 2000-es években. 2012-3-4-től azt láttam, hogy ez abszolút elveszette a jelentőségét Magyarországon. Tehát onnantól kezdve, hogy nem egy igazán versenyképes szakmai versenybe vagy, ahol mondjuk csinálsz egy rendezvényt, és az a lényege, hogy te jobban a szponzoraidat kiszolgált, jó felületeket biztosítsál, szeressenek vele, egy jövőre is hívjanak, és egy verseny alapon fejlődik ez a dolog. Onnantól kezdve én elvesztettem az érdeklődésemet. De ez 2003-4? Nem, 13-14. Igen, tehát 2010 után datálódik. Tehát addig egy tök jó verseny volt, mi modellversenyeket szerveztünk, nagy támogatóink voltak, mint a Schwarzkopf, a Coca-Cola, ki kellett szolgálni ugye ezeket a nagy cégeket, mindent megtettünk, országos casting, jó modellek, ezek a modellek, ugye ez egy nagy francia verseny, az elit modellukhoz kapcsoltak, nemzetközi siker, tehát pezsgett ez az egész piac, tele voltak, a Felkai Eszter csinálta a Budapest Fashion Week-et, piaci alapú működött, olyan tervezők jöttek a rendszerbe, akik piacképesek, a Juice-tól, a Zsöszi Bellig, a Nanuskáig, de nem így, hogy milliárdokat alátoltunk, és akkor ő lett a sikersztori, hanem szép, egy tök klassz kis versenyhelyzet volt. És ez viszi előbbre, ez visz mindent előbbre, a versenyhelyzet, hogy jobbat akarjál csinálni, mint a másik. De és az mi történt azzal a világban? Hát ez eltűnt. Hát jött a divatintézet, amit mondasz, a Nemzeti Divatintézet, nyilván állami pénzen Felkai Eszter a Budapest Fashion Week-kel az ment a levesbe, eltűnt. Akkor már a modellverseny az már, a modellválogató már nem úgy nézett ki, ahogy előtte, nem feltétlen azok. Szóval ez egész átalakult. És én onnantól kezdve elég demotiváltá váltam ebben a dologban, tehát nem nagyon érdekel. Ja, de hogy azt mondod, ha jól értem, hogy megjelenik az állam ezen a nemzeti divatcégen keresztül a piacon, mint szereplő, és hogy akkora és annyira megkerülhetetlen, hogy ez teljesen átalakította az igen. Egyébként hát organikusan ahhoz nagyon piaci viszonyokat. Ahhoz nagyon pici piac vagyunk, hogy több Fashion Week-re lenne szükség Magyarországon. Tehát, hogy, és tulajdonképpen letarolta, tulajdonképpen azt, ami amikor volt Gombold újra, azt megszüntette, ami az egyetlen, aminek értelme volt. Tehát ugye ez a Gombold újrának ugye az volt a lényege, hogy minden évben fiatal tervezők pályázhattak, és egy verseny volt, hogy minden évben kinője magát egy fiatal divattervező, aki a Moméból, vagy nem tudom honnan, bárhonnan jelentkezhetett. Ez volt a lényeg az egésznek, és emellett ugye volt egy divat bemutató, ahol a már dolgozó tervezők bemutathatták a kollekcióikat. És ez az egész teljesen átalakult, ugye ennek a vezetője megint csak valakinek a barátnője, ugye, tehát nem feltétlen egy megalapozott szakmaisággal jön. Tehát, hogy ez, és egy idő után én legalábbis ugye elvesztem a lelkesedésem, és akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor ez van, akkor most azért nem kell megfeszülni. Ha van igény a piacon, akkor dolgozunk, mindent megteszünk, ugye munkát biztosítunk a modelleknek, kielégítjük ugye az ügyfeleinknek az igényeit, és koncentrálunk a nemzetközi szintére. De most akkor te így vegetálsz? Nem vegetálok az ügynökségnek, van egy remek vezetője, Gyarmati Márkusz, aki elvezeti az ügynökséget, vannak kollégái, és ugyanúgy pörgünk tovább. Én egy picit hátrébb léptem, mert én nekem elvesztettem a motivációmat, amikor egy ilyen szabályozott rendszerbe legyünk. Tehát, hogy én nem érzem ezt annyira. Az, hogy szerinted a Rogán Cecília meg a Sarka Kata rendeznek a szépségversenyt, az jót tesz, vagy hasznos, vagy kifejezetten árt, vagy milyen hatást okoz mondjuk még ezen a területen? Hát ugye mi modellekkel foglalkozunk, nem szépségkirálynőkkel. A hatás az csak annyiból tartanám negatívnak, hogy ugye az átlagember nem tudja hova tenni, tehát azt gondolja, hogy a modellverseny és a szépségkirálynő az ugyanaz. Az, milyen, ahogy ez, milyen különbség?
Hát az egyik egy szakmai alapon egy karrier lehetőséget biztosít, a másik pedig egy koronát tesz a fejedre, és nem történik az ég adta világon veled semmi. És ott egy szép pancamariskát keresünk, itt meg egy nemzetközi szupermodellt keresünk. Tehát azért óriási a különbség. Tehát a szépségkirálynő nagyon kis eset, nagyon ritka esetben fog majd a Párizsi Fashion Week-en egy Yves Saint Laurent vagy egy Christian Dior show-n végig menni a színpadon. Ami nagyon vicces, tehát hogy mit én tényleg, hát én vinyogva röhögtem, ugye, amikor néztem ezt az egészet, tehát hogy az üveggel a fejükön már mi nálunk babámat táncolnak, mert ilyen nemzeti motivumokat visznek be, tehát hogy így, tehát tényleg minden így visszamegy egy ilyen 30-40 évet, tehát hogy mi azért érdekes, mert közben kinyitod, érted a tévét, belenézel a tévébe, és odamész egy Fashion Week-re, vagy nézel valamit, ami már elérhető, tehát van internet, van minden, hogy trendi jó dolgokat csináljál nálunk, még egy ilyen már mi nálunk babám, és akkor egy üveggel a fején Aranka ott táncol a Balaland Hotelba. Tehát, hogy így, hát mindegy, de most egyébként ezen tényleg nevetni tudsz jókat, megváltoztatni nem tudod. Az, hogy mondtad, hogy te elvesztetted az érdeklődésedet, vagy hogy nem vagy annyira motivált, az felmerült benned, hogy az egész piacból akár kiszállj, tehát, hogy akkor inkább teljesen másról foglalkozol. Nem tudom, eladd a céget, vagy valami más? Nem, mert ez a dolog működik, ezt a dolgot ugye a kollégáim viszik, akik csinálják. Én mint egy ilyen külső supervisor, tanácsadó részt veszek ebben, de mivel ez egy felépített dolog, megy, termel, dolgozik, nem gondolnám azt, hogy ki kell szállni. Nem veszek ebbe annyira részt ennek a napi folyamatába. De egyébként a stratégiai részében meg részt veszek. Uh-huh. Ki az, aki ma a modellnek jelentkezik? Van ilyen típus egyébként? Azért is kérdezem így, mert több interjúban azt láttam, hogy tehát hivatkozol úgy modellekre, hogy hát az a Békés Csabai lány, meg ő egy vidéki soprani lány, tehát hogy nekem valahogy egy olyan érzet alakult ki bennem, hogy inkább ilyen vidéki, kevésbé jó módú családokból jövő hát embereknek ilyen dobbantó. Nem feltétlenül, igen, ez mindenképpen így van, de nem feltétlenül ez alapján jelentkeznek. Az az igazság, hogy ugye például egy ilyen, mint a Next Top Model Germany, ott mindig, ugye Magyarországon az emberek szeretik ezeket a magyar népmese sztorikat, tudod. Ez a jön a kis egyszerű pásztorleányka, és királylány lesz belőle. Tehát, hogy nagyjából ez a sikersztori. Tehát, hogy jön Rúzsa Magdi ugye a Felvidékről, vagy nem ő pont, hogy lent Szerbiából, és aztán ő egy ünnepelt énekesnő lesz. Tehát, hogy ez mindig azt adja, hogy úristen, ezt el tudjuk érni. Tehát, hogy amiről te hallasz, az pontosan az, hogy a vidéki lány, mert az egy hosszú út, hogy a vidéki lány Nagybátonyból fölkerül a nagyvárosba, fölfedezi a modellügynök. Ugye ez pont a Görög Zita, aki Nagybátonyból jön. Igen, a Görög Zita például ugye Nagybátonyból jön, és akkor őt fölfedezi a modellügynök, és akkor befut és világra szóló karrier. Most ugyanez, nem tudom én, egy a Rózsadomról. Rózsadomról egy szuper gazdag elit családból, ahol már kicsinek, érted, az amerikai iskolába járt a kislány, és tökéletes angolal befut, az nem egy olyan nagy sikersztori. Tehát, hogy ezért hallunk inkább erről. Minden fiatal lánynak szól, mindenkinek más a motivációja. Uh-huh. De akkor vannak ilyenek? Tehát, hogy valaki a Rózsadomról hogyne akar modellkedni? Igen, és be akarja bizonyítani, hogy ő szupermodell, és jön, megy, és ő egy klasszikus, gyönyörű szépség, és neki itt a helye. Tehát, hogy persze. Tehát, hogy ez így nincs megválogatva. Az tény, hogy az a lány, akinek van vesztenivalója, mert nem akar ő már visszamenni abba a faluba, hogyha megtapasztalta azt, hogy milyen az élet Tokióban, New Yorkban, meg Párizsban, akkor ő sokkal motiváltabb. Tehát, hogy a Rózsadombi, tehát nekem volt olyan modellem, nagyon-nagyon jó módúak voltak, félig orosz, félig magyar lány volt, és még az érettség is sem volt meg, de már az anyukája mondta, hogy megvettük az Annának a lakást, meg most odaadom neki az én Volvómat, mert én egy Porsét fogok venni, hogyha meg lesz a jogsi, akkor legyen. Világszépe volt a kislány, de nem, de abba hagyta a modellkedést 18 évesen, amikor el kellett volna kezdeni, pedig Jacques Dessange kampánytól kezdve már mindent megcsinált 18 éves koráig.
Nem volt motiv, de és érthető volt. Tehát, hogy ő neki nem ez lesz a kiugrási lehetősége, mert már nem ott tart. Hát, ha már szóba jött Görög Zita, néhány hónappal ezelőtt ő ült ebben a stúdióban, és igen, amikor kérdeztem, akkor arról beszélt, hogy hogy a szépségversenyek világa az sokkal közelebb van a prostitúcióhoz, mint a high fashion. Hogy ez mit gondolsz erről az állításról? Hát én nem tudom, miért élezzünk ki mindent erre a prostitúció kérdésre. Tehát, hogy azért azt sem gondolnám, tehát, hogy én ezt nem tudom elfogadni, hogy a prostitúcióhoz közelebb van. Azt kell látni, hogy egy modell önmagának köszönhetően megkeres nagy összegeket. Neked, mint ügynöknek az a célod, hogy minél magasabbra vidd ezt az összeget. Tehát például most erre mondok egy példát, egy szakmai titkot elárulok. Franciaországban, ahol a modellmenedzselésnek ugye hagyománya van, tehát hogy mondjuk egy ilyen 60-70 éve létezik a modellügynökség, ugye majdnem minden ügynökségnek az alapja, az anyja, az elite model management volt, de már előtte is voltak ügynökségek. Ott például ugye van egy Model Association, amiben beletartozik az összes ügynökség, vagy a legtöbb ügynökség, és ők kitalálnak egy tarifát. És ezt a tarifát, ez a tarif, úgy van, hogy tarif 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, és akkor így egyre följebb. Ott be van árazva minden. Tehát azt mondja, hogy te ezt a modellt berakjuk a 10-es tarifába, akkor az ügyfélnek könnyű dolga van, tudja, hogy ez 3200 euró. De ez a modell viszont a tarif 70, az 70-ben van, az viszont 22000 euró. Tehát, hogy ilyen módon működnek. Tehát csak arra gondolj, hogy ezek a lányok nagyon jól keresnek. Tehát nincs rászorulva arra, hogy ő prostitúcióval bármennyire is foglalkozzon, hiszen ő megkeresi ezt a pénzt. Az a lány is, lehet, hogy a Görög Zita erre gondolta ki, egy szépségversenyen keresztül érkezik, az lehet, hogy a szépségversenynek köszönhetően bekerül egy olyan körbe, ahol jómódú férfiakkal tud találkozni. De ez mindig az adott lány erkölcsiségéről szól, tehát hogy ő hova teszi magát, mi az, tehát hogy én ezt a prostitúciót, ezt azért így szeretik ráhúzni. És akkor tudod, és nagyon sok esetben azt látom, hogy ők prostik, de én nem. Nekem semmi közöm nem volt ehhez. Én mindig is néztem kívülről, tudod, Barna, ne csináljad. Tehát, hogy így... Én egyébként azért is kérdeztem így, csak megkérdezted, hogy miért éleződik ki ennyire a mondjuk akár ebben a kérdésben is a prostitúcióra, mert mondjuk a magyar közbeszédben ez így, tehát így faktuálisan nincsen kirakva az asztalra, de hogy ugye ott mennek ezek az ilyen folyosói pletykák évtizedek óta, hogy tévében ülő fotómodell, most ugye már az influencer világban is, hogy nyaral egész évben, de aztán meg fotómodellként adja el magát, vagy így hivatkoznak rá egy-egy műsorban, és hogy közben meg ugye ott vannak ezek a, hát mondjuk így rossz nyelvek, akik pedig azt mondják, hogy jó, de hát XY, ő valójában egyébként egy luxus prostituáltként dolgozik. Igen. És így nyilván az, hogyha van lehetőség olyan emberrel beszélni, akinek erről lehetnek háttérinformációi, vagy mélyebb tudása, akkor szerintem érdemes rákérdezni. Hát figyelj, az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk föltűnik a média palettáján, föltűnik egy lány. Teljesen mindegy, hívjuk Barbarának, mindegy, vagy Orsinak, Zitának, teljesen mindegy. Föltűnik ugye ezen a média palettán, szerepel, jön a fókusz, mindig őt kérdezik meg, valahogy definiálnia kell magát. Ő egy csinos, szép lány egyébként, ugye, belső berkek, mindenki tudja, hogy mennyire lehet őt megrendelni, tehát ezzel mindenki tisztában van, de valahogy definiálnia kell magát. És akkor ő kiíratja, mit írjunk a nevedhez, Évikém? Hát modell. És akkor ő odaíratja, hogy ő modell volt, vagy ő éppen modellkedik. Erre nyilván egy Görög Zita, aki 16 éves kora óta tényleg profi, én ismerem, mert menedzseltem az Zitát, profi modellkedik, és bejárja New Yorkot, és Milánóba, az Ice Models-t, és Párizsba, és nem tudom, hogy. Tehát, hogy itt dolgozik, és tényleg az egész szak, és egyébként ettől függetlenül még úgy él, ahogy él, tehát ezt nem tudjuk, vagy nem tartozik ránk, de ő tényleg profin dolgozik, őt sérti,
hogy én ezzel a lányal életemben nem találkoztam a szakmába. Soha nem volt divat bemutatón, sose csinált kampányt, sose volt a Fashion Weekend Párizsba vagy New Yorkba. Miért hívják őt modellnek? Engem is egyébként sért, mert ugye összemossuk azt, hogy na és akkor jött egy idő, összemossuk azt, hogy akkor ki a modell, és jött egy idő, amikor ezek a típusú lányok azt mondták, jó, nekem azt mondták, azt nyilván televízióban nem, hogy jó, de én glam modell vagyok. Na, mondom, pif, bejött egy új kifejezés, a glam modell. És akkor már lett a glam modell. Aztán ugye, ahogy változott a piac, most influencer lettem. És azért te látod kívülről, aki ebből él és ezzel foglalkozik, hogy közelében nem vagy a modell szakmának, nem vagy fotogén, nem olyan a felépítésed, az arcod, semmi, tehát hogy így tudjuk, de hát így tudja magát definiálni, ezt kell valahogy a neve mellé bigyeszteni. De hogy akiket ez egyébként zavar, és mondod is, hogy sért akár. Hát egy profi modellt. De miért nem állnak ki, és mondják azt, hogy mutatnak rá, hogy figyelj, XY, hát modellként hivatkoztok rá, de ő egyébként... Miért szerinted ki az, akit te látsz a médiába konfrontálódni? Téged. Igen, és jó, és akkor még egy next van. Ha mindenki, szia Muci, gyönyörű vagy, úristen, álom szép vagy, de jó, hogy látlak, nagyon le vagy fogyva, hát csak ez a beszélgetés megy. És egyébként ennek is megvan az értelme, mert ha te a média világában szeretnél dolgozni, akkor ott elkerülhetetlen, hogy te találkozzál ezekkel az emberekkel. Na most, hogy te valamikor kritikával illeted, ezért van mindig a név nélküli kritika, ha megfigyeled, tehát igen, sosem mondanak neveket, akkor te nagyon félsz attól, hogy fú, fognak hívni a Kísértés című műsorba, és akkor nem fog hozzám szólni az Zita, Jézus, mert a múltkor szittem. Na most én azért ilyen, nekem azért nagy a pofám, mert nem akarok menni a tévéműsorba, tudod. Tehát, hogy tényleg, ha nagyon akarnám, akkor én is óriási mosollyal, de én halál szívesen elmondom, hogy mit gondolok Kiszel Tündére, nem mindegy. Tehát, hogy így nem lehet véleményed. És egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, hogy, mert ugye ezek haragszanak rám sok esetben ezek az emberek, miközben Muci, te ott vagy, te szerepelsz, te vállaltad, te ott dobálod a tortát, akkor miért ne lehetne ezen nevetni egyet? De jobb, amit te egy... tudnál neveket mondani egyébként? Mire? Hát olyan lányokra, akik valójában nem azzal keresik a kenyerüket, ami egyébként titulusként szerepül a nevük mellett. Hogy ne tudnék, persze. De miért nem mondasz? Azért, mert ez perképes lenne. És nincs kedvem belemenni ilyenekbe. Tehát az egész nem ér annyit. Ez az interjú sokat ér számomra, de annyit nem, hogy én most elkezdjek pereskedni valakivel, bizonyíts be, közben nem tudom bebizonyítani, de tud... Szóval, hogy... Mert ezek inkább ilyen szóbeszédek vannak, vagy ha jól értem. Igen, tehát nem tudom azt mondani, hogy hát Muci, pedig itt van az SMS, amiben visszakonfirmáltad, mert én nem rendeltem ugye ilyen lányokat, megmondom neked nagyon őszintén. Tehát, hogy így, de nyilván tudja az ember. És most... 2021-ben azt mondtad a Glamournak, hogy szerintem a marketingnek ez az álmokfutása, ami most van, hogy ma egy WC-papírt reklámozok, holnap egy drága krémet, aztán egy autóval pózolok, hamarosan le fog csengeni. Igen. Ugye ez az influencerekről mondtad, hát ez 3 éve volt. A lecsengés az talán még nem annyira látszanak az előjelei, de javíts ki, hogyha tévedek. Hát nem, egyáltalán nem cseng le, mert ugye az az igazság, hogy ez egy... És nem azért nem cseng le, mert hiteles, hanem azért nem cseng le, mert a legolcsóbb marketing fogás. Tehát azzal szembe, tehát, hogy mondjuk most mit tudom, egy influencer kap 400 000 forintot azért, hogy ezt a vitaminról beszéljen, általában nem tud beszélni, ki tudja posztolni, és akkor megjelenik a vitaminnek a neve, meg nem tudom még valami. A 400 000 forint az egy nagyon-nagyon low budgetes költés ugye a marketing piacon, mert ha te egyébként egy brandet akarsz építeni, akkor reklámfilmet forgatsz mondjuk 10 millió forintért, berakod a televíziós hirdetésekbe, és akkor már egy 200 milliónál vagy. Tehát ehhez képest ez egy gazdaságos. Tehát itt ott tévedtem ezzel a mondatommal, hogy ez a legolcsóbb megjelenési formája a te termékednek, hogy olyan emberek, mert hogy a televízió sem fog elérni 400-500 000 embernél többet, ezek, akik magukat influencernek nevezik, ezek már igazából csak hirdetési felületek, mert influencer tevékenységet nem folytatnak. Tehát az örökös reklámnak a
az elhelyezése a sztoridba, vagy a feededbe, az azért nem influencer tevékenység, de ha 4-500 ezer embert elér, akkor, vagy megnézik, akkor egyébként megérte. Arányaiban egyébként, hát most anélkül nyilván, nem tudom, ez piaci titoknak számít, de mondjuk ugye neked van 290 ezer követőd, mondjuk egy ilyen kampánynál kiraksz 10 sztorit, ott milyen elérésekre beszélünk? Hát figyelj, nálam az egy egészen más dolog, hogy én most mit tudom, én egy áruháznak kell csinálnom egy sztorit, hogy ők most csinálnak egy kuponakciót, és én akkor beszélek, hogy egyébként tök jó akciók vannak ebbe az áruházba, az egészen más, mint hogy egy másik influencer egy ilyen nagyon csili-vili jópofa videót zenével alávágva, itt egy pattáj, ott egy ízé, nem tudom milyen üzlet, kávé, szürcsölöm, látszik, hogy van étterem is, minden. Tehát, hogy én egy ilyen informatív, mint egy ilyen szócső, tudod, én úgy működöm. És ugye a másik, ami nagyon fontos, hogy én nem reklámokat gyártok, tehát nyilván csinálok ilyen vicces hülyeségeket is. Tehát, hogy én inkább, tehát azt akarom csak mondani, hogy tehát, hogy ugye az én sztoriaimban próbálok arra az arányszámra odafigyelni, hogy 70% tartalom legyen és 30% reklám. És ezt ugye nagyon tudatosan csinálom, hogy ne tolódjon el, hogy csak reklámok mennek. És te mit tapasztalsz, hogy a reklám az működik? Tehát, hogy rád írnak utána a követők, reagálnak a sztorira, hogy az én esetemben én azt tapasztalom, hogy működik, igen. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy működik, de ez a reklám, ez egyébként úgy is, de egy olyan reklámot is vehetsz, hogy most elmentem Zanzibárra, van egy magyar srác, aki ott egy ilyen állatmenhelyen, vadállatmenhelyen dolgozik, én csinálok erről egy sztorit, és őt bekövetik 500-an. Ez neki egy reklám, de nekem nem volt reklám célom, nekem az érdekesség volt a cél, hogy bemegyünk és egy gepárdot megsimogatunk, tudod, vagy ott állunk egy óriási orosz. Tehát, hogy így, tehát, hogy ennek a sztori része. Vagy lehet, hogy én elmegyek Dél-Franciaországba, Mantonba, ahol az anyukám él, és ott csinálok egy ilyen Cilla Tours Mantonban, és egyébként akkor abban az évben azt mondja 10-15 ember, hogy menjünk már el Mantonba, nézzük meg. De ez nem egy fizetett dolog, tehát ennek semmi köze hozzá. De mivel ilyen ezek érdekesek lehetnek az emberek számára, ezáltal, hogyha elkezdek használni egy hajbalzsamot, akkor rákérdeznek, hogy ez mi. Uh-huh. De hozzáteszem, hogy most mondok erre egy példát, kint voltam most a konyha kiállításon, és ott elmentem az egyik kiállító előtt, és mondom a nőnek, na anyukám nekem is vett ilyen kütyűt, és mondja a nő, hordjad, és mentem tovább, de semmi reklám, 50-en rám írtak, mi az, amit anyukád vett neked, mi volt a nyakadba? Tehát, hogy így, és ez valójában ez az influálásnak a lényege, ettől influálsz, nem attól, hogy reklám felületté válsz, hanem, hogy influálsz, tehát, hogy mondjuk én a nem tudom én, a nedves törlő kendőből veszek 8-at, és mindegyiket megszagolom. A cevának nem tetszik az illata, de ennek tetszik, de. Tehát ez lehet egy influálás, és aztán nyilván ebből lesz egy reklám. Én például nem volt célom a reklámozás, de egy idő után, ha már olyan mennyiségű követőd van, és figyelnek rád, és szórakoztató vagy, és én egy programmá váltam az emberek életébe. Tehát nagyon sokan azt mondják, mert a reggeli kávémhoz mindig téged néznek, este mindig lefekvésnél megnézlek. Tehát, hogy így, és akkor, de nem nézne azért meg, mert én azt mondom, hogy csak ezt szabad megvenni. Érted? Tehát, hogy igen. Ez szerintem más, és valójában vannak influencerek, akit most nem tudok felsorolni neked túl sokat, de celebeket, akiket sokan követnek, abból rengeteg van. De hogy mi a valós tartalom, amit biztosítanak az embereknek, hát ezt nem tudom. Szerintem azért követik az emberek, mert szeretnek bekukucskálni. Azt gondolják, hogy bekukucskálnak valaki életébe. Miközben nyilván teljesen szűrt, hiszen azt látják, hát, amit te megmutatsz, amit és azért az mégiscsak egy konstrukció. Így van. Konstruált kért. Van már, hogy unod? Azért kérdezem így, mert a Kadarkainak azt mondtad 2 éve, hogy minden addig érdekel igazán, ameddig sikeres nem lesz, és hogy hát van, el fog jönni az influencerségnek is az a pontja, amikor te rá fogsz unni, meg az is, amikor az emberek unnak majd rá. Hát figyelj,
Én szeretem azt csinálni, szeretem az emberek közelségét, szeretem azt, hogy tudsz valamit adni, biztos, hogy pörög, tehát, hogy van, akinél tudod, de azért ez is egy termék, és minden terméknek van egy életpályája, és aztán most szépen változik ez az életpálya, kevésbé lesz érdekes. Én azt látom, hogy még nem unják az emberek, bizonyos dolgokat unnak, nem unom. Én szeretem azt, hogy ez ad valamit az embereknek, meg mindig valami változik ebben az egészben. Tehát mindig, semmi sem állandó, és ez egy jó dolog. Néhány általánosabb kérdésem lenne még levezetésnek. Neked mennyire fontos az, hogy amit megveszel, ruhát, foglalkozol-e azzal a gondolattal, hogy ezt 50 forintos órabérért varják össze bangladesi gyerekek, vagy ez a szempont ez nem annyira játszik? Hát ez egy szemét kérdés, de nagyon őszintén leszek, nem foglalkozom vele, nem is gondolok erre. És miért szemét a kérdés? Hát azért, mert egy ördög Nóra ezt mondaná, hogy mindig is foglalkoztatott ez a dolog, és nagyon-nagyon figyelek arra, hogy ne vegyek ilyet. Tehát, hogy én meg nagyon őszintén megmondom, hogy sajnos nem foglalkozom vele. De egyébként hozzá kell tennem, nem húzva az időt, de most, amikor Zanzibáron voltam, és elmentem megnézni egy rabszolgapiacot, hogy hogy éltek a rabszolgát, ami rettentő fölkavaró volt, miközben az akkori társadalomban ez egy teljesen természetes dolog volt, és a társadalom berendezkedése ez erről szólt, évszázadokon keresztül deportálták ezeket az embereket az új világba, és ugyanezt megkérdezhetnéd mondjuk, nem tudom én, néhány amerikai banktól, hogy valójában ennek a rabszolgakereskedelemnek köszönhetik a mai vagyonukat, a gyapott termelésre, nem tudom. Volt egyébként egy lista, hogy mely nagy cégek fejlődtek ki. Gondolkodunk-e ezen, és nem gondolkodunk. Ja, hát őrült jó lenne megkérdezni, tehát hogy ez de egyébként kérés. Én láttam egy listát erről, hogy kik azok a nagy amerikai cégek, akik óriásira nőttek, akár bankok, a rabszolgakereskedelemből. És nyilván a te esetedben amiatt is van szerintem relevanciája a kérdésnek, mert hogy persze ugye nem a ruhaiparban dolgozol, de hogy mint a divatiparnak egy része, talán ezt lehet mondani a modell szakmát, hogy azért az ebbe a fashion világba tartozik, és hogy ott ez a kérdés, hogy például a fenntarthatóság, meg az etikus gyártás, az én legalábbis azt tapasztalom, hogy ez azért egyre inkább egy kúrens témává kezd válni. Igen, ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye pont ugye akár az élelmiszeriparról is beszélhetnénk, tehát hogy ezt ne felejtsük el, hogy egy olyan túlszaporodás van a bolygónkon, amit nem biztos, hogy a bolygó elbír, és nem biztos, hogy, tehát, hogy olyan mennyiségű ruhára van szükség, hogy ez a fenntarthatóság, amiről beszélgetünk, ugye ez lehet, hogy nyugati világban lehetne ezt valami, tehát hogy így lehet, hogy lehetne, mert hogy nincs szükséged minden szezonban 50 darab rongyra. Tehát hogy ebben lehet igazság, de ez egy nagyon érdekes része annak, hogy amikor az ember utazik és igazán utazik, akkor rájössz, hogy a világ 70%-a nem úgy él, mint mi. Tehát a világ 70%-a egészen más körülmények között él. Tehát én most például Afrikába látni, az egy egész kontinens, akinek a közelében nincsen az az életvitel, ahogy az európaiak, a nyugat-európaiak élnek, de ugyanez akár Ázsiára is vonatkozik, tudod? Tehát, hogy így, és nagyon érdekes például, elmentünk most Zanzibáron egy faluba, és a faluba mutattak egy ilyen kaibát, ami a mozi. Most a mozi úgy volt, hogy ilyen gerendákat raktak így le, tehát hogy ugyanilyen ebben a rendszerben, hogy ilyen emeletesen. És azt mondta, aki vitt minket, hogy nem nagyon szeretnek a gyerekek amerikai filmet nézni, mert akkor elszomorodnak, hogy ők miért nem úgy élnek, mint ahogy a képeken látják. Egyébként tök jól megvannak a világukban. Idén leszel 50 éves. Igen. Augusztusban. És hát tehát ránézve az életedre azért az látszik, hogy nagyon sikeres ember vagy, rengeteg mindent elértél. Van olyan, ami nagyon ott van a bakancs listádon? Tehát, hogy amit, ameddig még élsz, addig mindenképpen szeretnéd, hogy megtörténjen veled? Nincs. Minden megtörténik velem, ezt érzem. Tehát, hogy, és azt se érzem, hogy nagyon sikeres lennék, tehát egyszerűen csak élem az életemet, és így épül magától organikusan az egész. Én azt a nagy sikert nem látom, de lehet, hogy kívülről nézve pedig ez egy egészen más történet.
Kaldi Csaba, nagyon köszönöm, hogy itt voltál és megszóltál a kérdéseinkre. Köszönöm a meghívást. Ha több ilyen videót szeretnétek látni a Telexen, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és támogassátok rendszeresen a munkánkat.